Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, mesebeli asztrológia április 12-én. Az asztrológia tudása mesebeli képekkel az indiai asztrológia szerint. Az indiai asztrológusok másképp számolják ki a horoszkópot, tehát ne csodálkozzatok azon, ha én elmondom, hol vannak a bolygók, nap és a hold. Ez más, mint a mi általunk ismert asztrológia. Mert az indiai asztrológusok azt figyelembe veszik, hogy a mi naprendszerünk is mozog. Tehát van egy különbség. Az indiai asztrológiában vannak úgynevezett tithik. Ezt ők mindig vagy egy teli hold után, vagy egy új hold után számolják. Van egy lefelé mozgó tithi, vagy egy felfelé mozgó tithi. A mai nap a negyedik tithihez tartozik. Ez a negyedik tithi, ami a mai napon hat, annyit jelent, hogy egy kereszteződésnél vagyunk az élet úton. És ennél a kereszteződésnél feltesszük a kérdést, hogyan tovább. Hogy alakuljanak a dolgok. Ez nem könnyű, mert mi túl kell, hogy lépjünk a határon, és ehhez szükségünk van erőre. És az a fontos a mai napon, hogy ezt az erőt megtartsuk. És ne hagyjuk azt, hogy mások hatással legyenek ránk, ami ez erőbe kerül. Ne pazaroljuk el az erőnket, hanem koncentráljunk arra, ami fontos. Hogyan tovább? Melyik irányba? A hold ma a Iesta holdházban található. Ehhez van egy szép történet. Az indiai mitológiában a hold az egy szép férfi, őt Chandrának hívják, és beleszeret Rohiniba. Megkéri az ő kezét, és Rohini, édesapja, azt mondja a holdnak, jó, rendben van, te elveheted a lányomat feleségül, viszont kell, hogy a testvéreivel is összeházasodj, és a hold feleségül vesz 27 hölgyet, ezeket a testvéreket. A nagy szerelem természetesen Rohini, ő a legfiatalabb, és pontosan vele szemben található Iesta, ő Rohini nővére, a legidősebb a testvérek között. De ez nem azt jelenti, hogy itt egy öregedő hölgyről van szó, hanem tiszteletben tartják, és adnak az ő véleményére. És pontosan ezt mutatja a hold energiája. Azt, hogy mi ezt ma mutassuk ki, és legyenek elvárásaink, mégpedig, hogy mások tisztelettel beszéljenek velünk, vagy hallgassák meg a véleményünket, mert ezek jó tanácsok lesznek. A hold a szkorpión jegyében áll, a nap pedig a halak jegyében, eszerint az indiai asztrológia szerint. Mindkettő a víz eleméhez tartozik, tehát ők harmonizálnak egymással,
és ez segít abban, hogy mi megtaláljuk a belső békénket. A hold a skorpión jegyében viszont én elárulok nektek egy titkot, én az asztronómiai kalendáriummal is dolgozom, és az asztronómusok úgy írják ezt le, hogy a hold a kígyót tartó Asklépiosz csillagképben található. Itt megemlíteném azt, hogy ez a csillagkép is az ekliptikán található, ami annyit jelent, hogy ez lenne a 13. csillagkép. Azok a csillagképek, amit mi jól ismerünk, a kós, vagy a szűzek jegye, vagy a mérleg jegye, tehát ehhez kellene, hogy tartozzon. Hogy miért nem tartozik ezekhez a csillagképekhez, ezt nem tudom megmondani, ezt én sem tudom. Ennek a csillagképnek van egy gyógyító hatása. Asklépiosz ismert a görög mitológiából. A gyógyszertárakon is megvan ez a szimbólum, ez a kettős kígyó, ami azt jelenti, hogy itt van egy ilyen transformáció, egy ilyen gyógyító erő. És ezt szimbolizálja Asklépiosz, ezt szimbolizálja ez a csillagkép, és ez a csillagkép kihat a hold mai napi mozgására. Ez a kígyót tartó Asklépiosz csillagkép, ez pontosan ott van a skorpión és a nyilas jegye között. Nos, még pár szót az elemekről. A tűz elemében és a levegő elemében nincs hatás, tehát hiányzik. Hiányzik a lelkesedés, a bátorság, hiányzik a könnyűség. Ahol hatás van, az a föld eleme. A föld elemében van Mars, Jupiter, Vénusz és Szaturnusz bolygó. Természetesen ennek is megvan a hatása, kell a biztonság érzete. Főleg a párkapcsolat területén, mert Mars és Vénusz mindkettő a Föld elemében van. Szaturnusz bolygónak van jó hatása is, mert Szaturnusz szeretné, hogy kialakuljon, és meglegyen a biztonság érzete. Mivel itt a Föld eleméről van szó, nem csak a szerelmi élet kapcsán fontos, hanem az anyagiak területén is. A víz elemében van nap és hold, azon kívül Merkur bolygó. Ez az érzelmeket mutatja. A nap és a hold harmóniában áll, és mint ahogy mondtam is, az segít abban, hogy megtaláljuk a nyugalmunkat. Merkur vagy a gyerekeket és az ifjúságot mutatja, azzal is összeköttetésben áll, vagy a kommunikációt. És az jó, ha most kimondjuk azt, amit érzünk. Fontos az érzelmekről beszélni. Merkur bolygó egy nagyon szép, egy nagyon jó kapcsolatban van Szaturnusz bolygóval. Ami ebben a kapcsolatban nekem úgy feltűnik, hogy Merkur szimbolizálja az ifjúságot, és Szaturnusz bolygó szimbolizálja az idős embereket. És itt van egy jó, kellemes kapcsolat.
Tehát most megvan arra a lehetőség, hogy az idősebbek kapcsolatban legyenek az ifjúsággal, vagy a fiatalok segítenek idősebb embereknek. És ez volt a mai mesebeli asztrológiám. Köszönöm figyelmeteket! Dendera!